Puzsi Robert felfüggeszti a tárgyalásokat Karácsony Gergellyel, vagyis jelenleg úgy tűnik, hogy mégsem lesz ellenzéki előválasztás nyáron. Az LMP és a Jobbik által is támogatott főpolgármester jelölt kampányfőnöke az M1-nek is megerősítette. Puzsi Robert addig nem hajlandó tárgyalni Karácsony Gergellyel, amíg nem vonja vissza azt a megállapodást, amelyet szombaton kötött az ellenzék egy része. Szarán Péter azt mondta, hogy nem tartják elfogadhatónak és korrektnek az MSZP, a DK, a Párbeszéd és a Momentum bejelentését, így addig nem tárgyalnak Karácsony Gergellyel, amíg a teljes ellenzéket be nem vonják az egyeztetésbe. Hozzátette, hogy ezt már hivatalosan is jelezték a zuglói polgármesternek, és azt remélik, hogy a kérésükre még ma pozitív választ kapnak. Puzsi Robertnek megígérte Karácsony Gergő, hogy minden ellenzéki egyeztetésen, amin Karácsony Gergő részt vesz, ott Puzsi Robert is részt fog venni. Egyetlen ilyen egyeztetésre sem hívták meg. Így azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen a megállapodásunkat felrúgta Karácsony Gergő, és átvert minket. Amíg nincsen ennek a szombati nyilatkozatnak egy visszavonása, addig azt gondoljuk, hogy nincsen miről tárgyalni, mert nagyon nehéz elhinni bármilyen szót.